Sziasztok, drága ninjáim! Sziasztok, üdvözöllek benneteket, és akkor vágjunk is bele ebbe a mai videóba. Az esettanulmányt, a legutolsó esettanulmányt fogjuk akkor ma részletezni. Azt mondja a ninja lány, sikerült online megismerkedni egy fiatal pasival, aki az online csetelések alatt nagyon megtetszett neki. Jó képű, kedves és érdeklődő volt ez a fiú. Pár nap után ez a pasi kért egy randit, és a lány örömmel elfogadta. Készülődik a csaj, szépítkezik, várja az alkalmat, már közeledik a randi időpontjának az ideje, és a férfi üzenetet küld, és ebben az üzenetben jelzi, hogy már úton van, vezet, halad a megbeszélt étterem felé, kb. 40 perc múlva ott lesz. Ez nagyon jó eddig, de tudjuk, hogy valami probléma lesz itt majd kialakulóban. A lány visszajelez, hogy szuper, ő is készülődik, és nem sokára indul. Egy pár perc múlva a pasi ismét üzen, mégpedig szia, te sekélyes ribanc. Ha-ha, zárójelbe. Ne ítélj meg a kocsim alapján, régi, de szeretem. A lány lemerevedett erre az üzenetre, és mivel a randi időpontja közeledett, így nem tudta, mit évő legyen. Nem akart bunkó lenni, és az utolsó pillanatban lemondani a randit, és lehet, hogy a pasi ezt csak viccből írta, csak rosszul sült ez a dolog, viszont a testvére, mármint a lánynak a testvére, nem akarta, hogy ez a lány elmenjen ezzel a pasival randizni. És az én kérdésem számotokra az volt, hogy tudja be ezt egy rosszul elsült humornak ez a lány, és menjen a randira, vagy azonnal felejtős ez a pasi. Na most, először is akkor üdvözöllek benneteket innen Magyarországról, végre egy kontinensen vagyunk, ide jöttem a nyárba, és nagyon élvezem, és akkor nézzük meg, hogy ez az üzenet, ez, hogy szia, te sekélyes ribanc, ne ítélj meg a kocsim alapján, régi, de szeretem, hogy ez hogyan befolyásolt ezt a randit, milyen hatása volt erre a randira. És elmondom nektek, hogy ez a lány, hála Istennek, nem ment el a randira, de nézzük meg, hogy miket válaszoltatok ti, milyen üzeneteket küldtetek be, és hogy hogyan szavaztatok. Annyira jól esett azt látni, hogy 98%-ban mondtátok azt, hogy ne menjen el a randira, hogy ez egy red flag, és dobja a pasit azonnal, és ennek a 98%-nak én nagyon-nagyon örültem, mert ez azt mutatja, ugye, hogy már vállaljuk az értékeinket mindenféle illemtan érzettel ellentétben is, tehát, hogy sútba dobjuk mi az illemet, hogyha az nem a mi érdekeinket szolgálja. És csak 1%-ban szavaztatok arra, hogy menjen el lemondani most már bunkóság, menjen el a lány a randira, a pasit majd dobja később. 231-en szavaztatok, és ez nagyon klassz, és nagyon jól esett az is, hogy senki nem mondta azt, senki, nem szavazott senki arra, hogy menjen a randira, és nyelje ezt be, ezt a kommentet. Szóval nézzük azt, hogy hogyan bontottátok ki ezt a szituációt, és mik voltak a ti véleményetek, mert ez mindig a legjobb ezekben a videóban. Timi azt mondja, azt választottam, hogy ne menjen el a randira, ebben a sztoriban az egyetlen embert, akit zavart ez a régi autó, az nem más, mint a kocsi tulajdonosa. Teljesen egyetértek, normális embereket az, hogy valakinek régi autója van, vagy új autója van, igaziból nem zavar, mert nem csak az autót nézzük az ilyen ismerkedések alatt, ugye, hanem magát az embert is. Timi folytatja, hogy attól tart a férfi, hogy a nő is ilyen szemmel fogja nézni, tehát le fogja nézni a kocsia miatt. Azért volt ez a viccesnek szánt, de nem volt vicces, felkészítő üzenet. Na most, én azt mondom, hogy akinek ennyire nincs önbizalma azzal kapcsolatban, hogy milyen transportot használ, mikor elmegy egy randira, az ne menjen el randira. De ne kezdje a másikat degradálni ilyen üzenetekkel, azért, mert ő önbizalomhiányos ezzel, a, most jelen esetben a transporttal kapcsolatban. Nymphea, szép virág, azt mondta, hogy még viccből sem írnék, nem mondanék ilyet annak a pasinak se, aki nem tetszik. És teljesen egyetértek. Ez egy nagyon-nagyon degradáló üzenet volt, hogy te ribanc, te sekélyes ribanc. Mert honnan tudja ez a pasi, hogy én sekélyes vagyok, vagy nem vagyok sekélyes? Tehát ilyeneket nem mondunk egyáltalán.
Még vízből se írnék, sem mondanék ilyet annak a pasinak se, aki nem tetszik. Remélem a lány inkább lerúgta otthon a tűsarkút, bontott egy sört és leült sorozatot nézett. Én is nagyon remélem, és többen írtátok ugye, hogy remélik, hogy a lány miután lemondta ezt a randit, már ott azon melegében, utána meg is jutalmazta magát. Nagyon egyetértek, nymféja. Mónika a saját tapasztalatát, a saját hasonló tapasztalatát osztja meg, és azt mondja, én egy első randin vizet rendeltem, azt mondta viccből a pasi, hogy ilyen olcsó vagy. Köpni nyelni nem tudtam, de utána sem volt kellemesebb. Azt mondta, hogy csak avval a feltétellyel jár velem, ha pár randi után lefekszem vele. Tehát először jött, hogy ilyen olcsó vagy, mert csak vizet rendelsz, utána meg kijelentette, hogy csak akkor fog velem járni, hogyha pár randi után már szex lesz, és ezt így bedobta a pasi az első randin. Mondanom se kell, hogy több randi nem is volt. Na most, én teljesen egyetértek Mónika veled, és azt írtam, ugye tovább bontottam ezt a témát, hogy legalább tudatta ez a pasi, hogy mire számíts, ugye, nem egy szituációt akart kreálni, hanem tudatta veled, hogy mire számíts itt a közeljövőben, és ugye ez már, ennek már örülni kell a mai világban, ezt nem lehet elvitatni tőle. És Szuperibi azt mondta, hogy nem volt ez őszinteség, mert igaziból ez egy bunkóság volt, amit mondott, de nem volt őszinteség. Én azt mondom, hogy őszintén elmondta a pasi azt, hogy mire számítson ez a lány, és akkor Szuperibi egy nagyon jót mondott, azt mondta, lehet, hogy őszintén elmondta, de a motiváció nagy valószínűséggel nem maga az őszinteség volt. És igen, korrigáltál engem, Ibi, köszönöm szépen, és igazad is van ebben, hogy őszintén elmondta, a saját érdekeit képviselve, de nem biztos, hogy a másik felé irányuló, jelen esetben Mónika felé irányuló empátia vezérelte ezt az őszinteséget. Uh-huh. Oké. Vera azt mondja, visszatérve az eredeti sztorira, hogy ilyen esetben, ugye amikor azt mondják neki, hogy hello, te sekélyes ribanc, ilyen esetben nem kell udvariasnak lenni, és illemből elmenni a randira, hiszen ő sem volt udvarias és illedelmes. És szerintem Vera ezt nagyon jól mondod, mert ez pontosan az illendőség a bekavaró tényező, és itt rejlik ennek az esettanulmánynak szerintem a nagy értéke. Ebben az elemben, ebben a tényezőben rejlik ennek az esettanulmánynak az értéke, hogy bekavar az illem. Mert ugye mi úgy lettünk felnevelve, jó kisfiúk vagyunk, jó kislányok vagyunk, illemből bizonyos dolgokat végigviszünk, mert ugye hogyan mutatja az magát, hogy én lemondok egy randit, amikor ez az ember már elindult. Szóval ez volt itt a bekavaró tényező, és Vera mondja, hogy nem kell egyáltalán udvariasnak lenni, hiszen ő sem volt se udvarias, se illedelmes. Pontosan, és nekünk szerintem ebből a jó kislány, jó kisfiú mentalitásból nagyon fontos kiszállnunk. Tux vagy Tücs azt mondja, nem tudom, hogy mondod a nevedet, hogy nem mennék el a randire, viccnek semmiképpen nem mondanám, ez mellett lehetne más magyarázat is, mondjuk nem ő írta az üzenetet. Azért ezt én nem mondom, hogy más magyarázat lenne, vagy ha van is, nem kell nekünk elkezdeni nyomozgatni más magyarázatok után. Én ezt mindenképpen mondom. Emlékeztek arra a sortra, amikor azt mondom, amikor itt elkezdjük taglalni, hogy igen, nem, mi történhetett? Lényegtelen. Nekünk nem kell elkezdeni nyomozgatni, hogy vajon mi lehet ennek a felmentő oka. Nincs felmentő ok. Ez a ribanc üzenet kiment az éterbe, a lány megkapta, most a lánynál van a labda, erre reagálni kell. Ez vért kíván. Én így mondom. Mark, azt mondod, ez egyértelműen red flag, nem is kérdés. Ezek után direkt szivatnia kellett volna, hogy, mármint a lánynak ezt a férfit, hogy mindjárt ott vagyok tényleg, na most már tényleg mindjárt ott vagyok, ez is egy lehetőség, hogyha éppen ilyen bosszúálló hangulatban vagy. Én nem ítélkezek, mert ez még szerintem is belefér, várjon csak, amíg lehet. Nyugodtan kapjon agyvérzést, aztán tiltás egyből, nincs kegyelem, idiótáknak rövid az élet. Egyetértek, Mark, egyetértek. Ezek a mini szivatások beleférnének. Enikő azt mondod, jelenleg nem tudom eldönteni, hogy az ilyet szó nélkül no kontaktba raknám, vagy előtte még kiosztanám, és csak utána. Hát igen, mindenképpen itt az opció, hogy mit mondanál, mondanál-e valamit egyáltalán, vagy pedig azonnal no kontaktba helyezed ezt az embert. Ez élvonalas alpáriság volt,
egyetértek, és valósághűen tükrözte, hogyan fog bánni veled a későbbiekben is. Pontosan így fog veled bánni. Sekélyes ribanc, már így indítunk, te úristen, mi lesz itt később, vagy mi lehetett volna, ugye, hogyha ez a kapcsolat kibontakozik, de hála Isten nem ment el a lány. Ebben a helyzetben, ha nagyon mondani akartam volna valamit, akkor is max csak annyit, hogy semmi bajom nem lett volna egy kocsival, de ezzel a hangnemmel nagyon is van. Nyugodtan indulj meg hazafelé. Én is írtam volna egy ilyen üzenetet. Talán az illemtan, az illendőségem idáig terjedt volna bennem, hogy én is írtam volna egy ilyen üzenetet. Talán eddig terjedt volna az illedelem bennem. Nem helyeztem volna szó nélkül no contactba, bár megérdemelte volna azt is. És mondja Enikő, hogy jó, most megyek, megiszok egy teát és megnyugszom. Igen, mert ezek a történetek felkavaróak. Adriana azt mondja, se randi, se tisztázó beszélgetést. Egyetértek ezzel is, ez a te álláspontod, mind a két megközelítés jó szerintem. Átértékelni a helyzetet, ha már ugrott a randi és letiltotta, és már úgy is kiöltözött, akkor ünnepelje meg. Bárhogyan, de valamit jutalmul tegyen magáért, te a kávésüti, stb. Mondja Adriana. Nincs jobb, mint megszabadulni egy ilyen embertől. Egyetértek, Adriana, és nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hogy ünnepeld ezt meg. Szerintem is, hogyha felfedezzük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és magunkhoz tudjuk ragadni a kontrollt, és el tudjuk taszítani ezt a helyzetet, ezt a bántalmazást, és ezt a bántalmazót magunktól, az egy nagyon jó érzés. Szerintem az minket egy ilyen győzelmi hangulatba rak, és én is ezt már megéltem, ugye, hogy végre magamhoz tudtam ragadni a kontrollt, végre magamhoz tudtam ragadni ezt az egész szituációt, és az én értékrendem tud érvényesülni. És ezt szerintem is nagyon jó, amikor meg tudjuk ünnepelni. Buddha, és az utolsó komment, amit felolvasok, az tőle ered, egy régi kocsival még semmi baj nincs, de a humornak álcázott tiszteletlenséggel már annál inkább, pontosan ez egy humornak álcázott dolog volt, és igaziból ez egy tiszteletlenség, és ezzel van nekünk már hatalmas problémánk. Köszönöm ezeket a kommenteket, és nagyon örültem, hogy ezek a kommentek 99, én így mondanám, mely százalék hiányzik, ugye onnan az eredeti felállásból az valahogy elveszett, de 98-99%-ban arra szavaztatok, hogy ez az ember sztornó, ezt most kell elvágni, ezt az ismerkedést, most, amikor még nagyon-nagyon az elején vagyunk, mielőtt elkezdünk kötődni, mielőtt jobban megismerjük, és nem szabad teret adni semmiféle illemnek ebben a szituációban. Ha elment volna ez a lány, én azt mondom, akkor alacsony értékű viselkedést mutatott volna, és megint emlékezzünk, mi az, hogy alacsony értékű viselkedés, az olyan viselkedés, amivel azt fejezem én ki, hogy igaziból én nem tartom magam különösképpen értékesnek. Tehát velem bárhogy lehet beszélni, és ennek nem lesznek következményei. És pont ez volt az egyik fogalomgyakorlatunk témája, hogy nagyon sokszor kerülünk sajnos olyan helyzetekbe, ahogy úgy érezzük, hogy forszírozva vagyunk arra, hogy vállalhatatlan megnyilvánulásokat jutalmazzunk. De amint ez megtörténik, alacsony értékű viselkedést mutatunk magunkról. Tehát ez nem jó. Itt természetesen a bekavaró elem, az az illem volt. Ugye, hogy a pasi már elindult erre a randira, de nagyon örültem annak, hogy a szavazatokat nézve csak 1%-ban kavart be ez az illem dolog. Ilyenkor, amikor ugye ennyire az illem dominálna nekünk, már ösztönszerűen dominál az, hogy illedelmesek maradjunk, én szerintem menjünk az összeneink ellen. Nem kell jó kislánynak lenni, nem kell jó kisfiút játszani, nem kell megbeszélni, nem kell magyarázatokat kérni, rámutatni, kianalizálni, megtanítani. Mit? És kinek magyarázol? Mert ha ő ezt megértené, akkor eleve már nem így nyitott volna. Már nem küldött volna egy ilyen üzenetet. Na most ugye a kérdés mindig az nálatok, hogy Eszter, veled már megtörtént ilyesmi? Hát specifikusan ilyen, konkrétan ugyanilyen dolog nem történt meg. Viszont voltam már én is olyan helyzetekben sajnos, amikor
illemből maradtam vállalhatatlan szituációkba. Tehát illemből maradtam olyan szituációkba, amelyekben tiszteletlenséget mutattak irántam. És ezáltal, igen, rám is vonatkozik az a dolog, hogy én is alacsony értékű viselkedést mutattam. Tehát azt mutattam magamról, hogy ó, ez oké, okay, tehát velem lehet így beszélni, ez oké, okay, én ezt is eltűröm, illedelmes vagyok. És nálam egy olyan szituáció volt, de ez már nagyon régen volt, hogy azért maradtam a szituációban, mert egy drága vacsorára voltam meghívva. És akkor nem éreztem úgy, hogy én ebből fel tudok kelni, ki tudok innen szállni, el tudok menni, mert úgy éreztem, mi van belénk kódolva, hogy én akkor valamivel tartozom. Legalább azzal, hogy végigülöm ezt a vacsorát, miután engem már megsértettek. És most hogy érzem magam? Tehát most, miután már átmegyünk ugye mindannyian ezeken a fejlődési folyamatokon, most már undorodom, azonnal elvágnék ilyen szituációkat. Tehát most már, most ezzel a fejjel, mikor már nem tudatlan medve, bocs vagyok, hanem ninja, én is felállnék ilyen szituációkból, kisétálnék az étteremből, vagy ugyanúgy, ahogy ez a lány, aki a testvére segítségével ugye tette meg ezt a lépést, nem mennék el a randira. Már én se. És mi az, ami engem segített abban, hogy én eljussak erre az undorodó pontra? Megmondom őszintén, hogy ez a csatorna. A ti sztoritok, a megosztott történetek, a megosztott kommentek, az, hogy akkor éreztem én is, hogy hát nem egyedül vagyok én ebben a szituációban, nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen hülye helyzetekbe jut, akivel valami probléma van esetleg, hanem ugye amikor mi beszélgetünk itt a csatornán, főleg a live-ok alatt, meg a kommentekből, tudom azt, hogy úristen, hát ezrek és ezrek és ezrek vannak, akik ugyan ezeket az érzéseket élték meg, amelyeket én. És olyan nincs, hogy ennyi embernek nincs igaza, amikor ilyen szituációkba keveredik. Tehát ugyanazt érezzük, ugyanúgy akarunk reagálni, ugyanazok a dolgok nyomasztanak, ugyanolyan rosszul érezzük magunkat utána, ugyanúgy megkérdőjelezzük magunkat, ugyanúgy sírunk, ugyanúgy nem értjük a dolgokat. És nekem azt tudni, tehát amikor az nekem világossá vált itt a csatornán, hogy mennyire nem vagyok egyedül, hanem osztozunk ezekben az érzésekben, és támogatjuk egymást abban, hogy igazoljuk a másikat, hogy figyelj, velem ugyanezt történt, teljesen megértelek. Na, nekem ez segített a legjobban, hogy most már ki tudjam mondani azt, hogy hosszú évek után, de már undorodom ettől a viselkedéstől, és hogy már nem vagyok hajlandó bevállalni azt, hogy én azt mutassam, hogy én értéktelen vagyok, sőt, értéktelenebb vagyok, mint te bántalmazó, vagy bunkópanasz, és vagy még jobban fogalmazva, hogy én vagyok az értéktelen ebben a szituációban. Ez már nincs, és mondom, elsősorban ezt nektek köszönhetem, nektek, akik szintén megosztjátok itt a csatornán a sztorikat, amelyeken ti is keresztül mentetek. Na most Zsolti volt egy kommentelőnk, aki nem ehhez az esetanulmányhoz, de az ezt megelőző esetanulmányhoz azt írta, és mindegyik ugye ugyan ezen a téma körül forog, hogy ennek a személynek, ugye aki beküldte az esetanulmányt, nincsen önbecsülése, vagy nagyon alacsony az önbecsülése, hogyha ilyen kérdések felmerülnek benne, milyen kérdések merülnek ezen az eset, ilyen esettanulmányokon fel, ugye, hogy menjek, vagy maradjak, vagy várjak, vagy ne várjak, vagy írjak, vagy ne írjak. Tehát, hogyha ilyen kérdések egyáltalán felmerülnek valakiben, annak nagyon alacsony az önbecsülése. Én ezzel mondtam, Zsolti, nem értek egyet, mert nagyon sok a bekavaró tényező, mint például ebben az esettanulmányban is az illem. Bennem is felmerülnek ilyen kérdések, és nem alacsony az önbecsülésem. De nagyon sok olyan nyomás társadalmilag helyeződik ránk, amelyek szerintem befolyásolják azt, vagy megnehezítik azt, hogy te azonnal mindenféle dilemma nélkül tudj dönteni. Szóval szerintem ezek az esetanulmányok rámutatnak arra is, hogy ez egy rétegeltebb folyamat, amin mi keresztül megyünk. Ez egy rétegeltebb szituáció, sok minden elem
közre játszik egy ilyen szituációban ahhoz, hogy mi flottul azonnal tudjunk dönteni. Tehát vannak visszatartó erők. Viszont nagyon örültem, hogy úgy néz ki a szavazatok alapján, hogy nagyon is klasszul tudunk most már dönteni ilyen helyzetekben. Hát akkor nagyon köszönöm, hogy ezt is meghallgattátok, és köszönöm, hogy velem együtt elemeztétek ezt az esettanulmányt. Szuper eredmények születtek, és sziasztok!